Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét az október 13-ai önkormányzati választáshoz kötődően a Fehérvár Televízió ezen a héten mutatja be az induló polgármester jelölteket itt a Fehérvár Televízióban. Stúdiónk vendége dr. Cserpalkovics András, a Fidesz polgármester jelöltje. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, és szép estét kívánok mindenkinek. 2010-ben először kapott bizalmat a városvezetésre, akkor mit tűztek ki célul? Először is köszönöm, hogy 2010-ben és 2014-ben is megkaptam a fehérvári emberektől a bizalmat és a lehetőséget, hogy ezt a megtisztelő feladatot és az ezzel járó felelősséget, munkát vállalhatom és végezhetem. Én ezt egy szolgálatnak tekintettem, szolgálatnak tekintem a következő években is abban az esetben, hogyha ezt a bizalmat ismételten az itt élőktől megkapom, és azért hangsúlyozom ezt, mert alapvetően a legfontosabb célunk az a közösségépítés volt, hogy minden évben jussunk előre, tudjunk fejlődni, de közösségként is tudjunk erősödni. Ne csak itt érdegéljünk egymás mellett, hanem legyenek közös céljaink, legyenek közös terveink, legyünk mi egy csapat itt százezren, és így tudjunk erősödni és erősíteni a szűkebb városrészi otthonunkat, ugyanúgy, mint a város egészét, ami közös otthonunkat, Székesfehérvár. Én úgy gondolom, hogy e tekintetben sokat tudtunk előre jutni, hát elég csak mondjuk a Királyi Napok rendezvény sorozatára gondolni, alig néhány hete ért véget, és pontosan tudjuk, hogy abban másfél hétben is rengeteg embert tudtunk megmozgatni, tudtunk meghívni különböző programokra, rendezvényekre jöttek családok, fiatalabbak, idősebbek egyaránt, jól érezték magukat, és én úgy érzem, hogy ez egy kicsit szimbolikus is, hogy ez augusztus közepén Fehérváron történik minden évben. Partnerek voltak ebben az emberek, partnerek voltak a közösségek, partnerek voltak az intézmények, a magánszemélyek, a nyugdíjas klubok, a különböző civil szervezetek. Együtt tudtuk így csapatként építeni ezt a várost, erősíteni. Én úgy érzem, hogy sok eredményt elértünk, ez nem azt jelenti, hogy nincs még mit magasabb szintre emelni a következő évekbe, de ugyanígy közös összefogással tudjuk ezt megtenni, azt keresve, ami összeköt bennünket, akkor igenis ennek a városnak nem csak a múltja nagyon szép, hanem a jelene és a jövője is egy erős, fejlődő várost mutat, ami egy nagyon kedvező, szép, nyugodt, biztonságos életkörülményeket tud biztosítani az itt élők számára. Talán 2010-ben éppen egy ilyen típusú beszélgetésben ejtett szót a stabilitásról, a gazdaság erősítéséről is, mint célkitűzés. Igen, ha csak a számokat nézünk, akkor azok is azt mutatják, hogy egyértelműen a város minden értelemben fejlődött a pénzügyi, költségvetési, gazdasági területen, hiszen átvettük a várost akkor egy mínusz 18,5 milliárd forintos hitelállománnyal, adósságállománnyal. Ezt a kormányzattal közösen a helyi gazdálkodás hatékonyságát javítva, a takarékosságra hangsúlyt helyezve le tudtuk építeni. Ugye ma már a városnak nincsen adósságállománya, egyetlen egy forint hitele nincs az önkormányzatnak és a város közösségének, sőt tartalékai vannak a városnak. Az idei költségvetést is úgy fogadtuk el, nem választási költségvetést írva és elfogadva, hogy komoly tartalékaink vannak, pont azért, mert az erős helyi gazdaság megteremti nekünk azt a hátteret, hogy a város üzemeltetést biztonságosan, stabilan tudjuk végezni, az ezzel járó feladatokat el tudjuk látni, a másik oldalon pedig erőteljesen tudjuk a várost fejleszteni, és itt nem csak és nem kizárólag a nagy fejlesztésekről beszélünk, hanem minden városrészbe törekedtünk arra, hogy történjenek olyan fejlesztések, amik az ott élők számára javítják az életminőséget, az ő környezetüket tudják szebbé tenni, élhetőbbé, otthonossábbá tenni. Még egyszer úgy, hogy közben a pénzügyi stabilitását a városnak megteremtettük, és azóta is őrizzük. A gazdaság is önmagáért beszél, hiszen ha csak mondjuk az iparűzési adóbevételét nézi az önkormányzatnak az ember, akkor azt láthatja, hogy ezekben az években megduplázódott. Ez csak úgy volt elérhető, hogy a gazdaság is erőteljesen növekedett. Ugye tudjuk, hogy a magyar gazdaság is növekszik az elmúlt években, de a fehérvári gazdaság még nagyobb ütemben növekedett, és kifejezetten kimondhatjuk, hogy egy erőcentrum a magyar gazdaságnak, ugyanúgy, mint ahogy a Közép-Európában is egy jegyzett ipari gazdasági terület, de nem elfelejtve azt sem, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos,
hogy közben nagyon jelentős technológiai fejlesztések történtek a gazdaságban, új beruházások valósultak meg, új munkahelyek is jöttek létre, ez azt jelenti, hogy új kihívások is jelentek, tehát fontos, hogy ehhez a felsőoktatás is tud erősödni, a szakképzés is tud erősödni, a helyi köznevelési rendszerben is a digitális oktatás meg tudott jelenni, a robotikával való felkészítés is megtörténik, ma már fiatalok és a felnőtt képzésen keresztül felnőttek számára egyaránt, ez adja azt a reményt, hogy nem csak az elmúlt évekre igaz az, hogy növekedni tudott a fehérvári gazdaság, hanem a következő években is ez lesz a jellemző. És ami miatt ez fontos, hogy a város, az önkormányzat, akár az üzemeltetési feladatait, akár a rendezvényeket, akár a kultúrát, a sportot, az egészségügyet, szociális területen nyújtott támogatásokat, vagy éppen a fejlesztéseket, azt zömében azokból a forrásokból tudja megteremteni, amit a helyi gazdaság előállít. A helyi gazdaság nő, akkor a város bevétele is nő, és abból egyre többet tudunk fordítani a közös otthonunkra, Székesfehérvárra. Itt már érintettünk is néhány olyan dolgot, elképzelést, ami mondjuk az elkövetkező időszak feladatai közé tartozik. Igen, egy város az mindig folyamatában kell, hogy értékeljük. Nem lehet egy pillanatra megállni és azt mondani, hogy akkor eddig nem volt semmi, és majd holnap. Én úgy érzem, hogy próbáltunk mindent átvenni 2010 előttről is, amit úgy éreztük, hogy érdemes folytatni, és ott változtattunk, ahol erre szükség volt. Többek között szerettük volna elérni, és ezt el is értük, hogy a közszolgáltatások közösségi tulajdonba kerüljenek, pont azért, hogy ezek stabilak legyenek, és biztonságosan legyen működtetve akár a távfő szolgáltatás, akár a hulladék gazdálkodás, vagy éppen a melegvízszolgáltatás, azt gondolom, ezek fontos eredmények, de nagyon sok olyan dolog volt, amire meg építkezni tudtunk elődeinktől. Azt gondolom, hogy van mit tanulni Balsai Istvántól, Nagy Istvántól és Varrasuszki Tihamértól is. Ők ennek a városnak a polgármestereként szolgálták ezt a közösséget, és amit úgy éreztünk, azt folytattuk is természetesen, amit pedig még kicsit másként gondoltuk, vagy új kihívásként jelent meg, azokra pedig igyekeztük azokat a válaszokat megtalálni, amik szerintünk az itt élőknek és magának a városnak jó és előnyös. És én úgy érzem azért a visszacsatolásokból, hiszen nyilván rengeteg emberrel találkozok, személyesen is, nem csak most ezekben a napokban, hetekben, hanem az elmúlt években is, vagy éppen a közösségi média felületeken is szerencsére sokan fordulnak hozzám, hogy az emberek döntő többsége ezt a törekvést, ezt igenis értékeli. Fontos hozzátenni, hogy 2010-ben és 2014-ben is elmondtam, és most is, hogy Székesfehérvárt, egyetlen egy önkormányzatot, települést nem lehet, és különösen nem szabad pártpolitikai alapon vezetni és irányítani. Itt mi együtt élünk, és van egy közös elem, hogy ez a mi közös otthonunk, függetlenül, hogy egyébként mi milyen pártnak vagyunk a szavazói. És ezért nagy a felelőssége a helyi közéletnek, hogy ezt a fajta politikai kultúrát tudja erősíteni, és a közös otthonunkért érzett közös felelősséggel tudjunk fellépni. Én ezzel a hozzáállással igyekszem ezt a várost vezetni és szolgálni, és erre kérem a bizalmat majd október 13-án is csapatommal együtt. Elég szokatlan módon a közösségi oldalán gyakorlatilag a kampány időszak kezdete előtt egy szavazást indított a folytatásról. Ezt miért tartotta fontosnak? Talán megszokott már tőlünk, hogy az elmúlt években is többször sok kérdésben fordultunk az emberekhez, megkérdeztük a véleményüket, tartottunk nagyon sok fogadóórát, akár a Facebookon, akár az Instagram oldalamon is, és azt láttam, hogy ezeken nagyon nagy az érdeklődés, és én úgy gondoltam, hogy ha valaki már 9 éve egy közösség bizalmából polgármester az adott településnek, mint ahogy én lehetek Székesfehérvárnak, akkor kérdezzük meg az embereket, hogy ők úgy gondolják-e, hogy érdemes ezt a munkát folytatni, és belevágni nyilván egy választási versenybe, és ha megkapom a bizalmat, akkor egy következő 5 éves ciklus munkájába. Szerencsére a visszaigazolás az nagyon pozitív volt, nem csak a közösségi média felületen, nem csak az Instagram oldalamon, hanem egyébként az aláírásgyűjtés alatt is, hiszen pár óra alatt a kötelező jogszabály által előírt számok minden körzetbe összejöttek, és azóta pedig folyamatosan gyűjtjük a támogatói aláírásokat, pont azért, mert én magam is kíváncsi vagyok, hogy értékelik a fehérváriak az elmúlt 9 esztendőt. Nyilván, aki dolgozik, hibázik is, ez biztos az én esetemben is így történt, de lelkiismeretesen próbáltuk ezt a közösséget szolgálni, és én bízom benne, hogy ezt a fehérváriak értékelik is. Közösség, biztonság, stabilitás, mit jelent ez a hármas egység, hogyan jelenik meg ez a választási programjukban? A közösségről beszéltem, ez tartom a legfontosabbnak, hogy ha tudunk együtt gondolkodni, akkor az azt is jelenti,
hogy közösen tudjuk kijelölni a célokat, közösen tudjunk ezeket megvalósítani. És az erő mindig ott van az egységben, mindig ott van az összefogásban, és igenis vannak olyan témák, ahol én ezt abszolút érzékelem, említettük a kultúrát, a sportot, de ide tehetném a környezetvédelmet, a klímavédelmet, a zöld terület arány folyamatos növelését, a faültetések növelését, a közösségi terek kialakítását. Nagyon fontos a biztonság, hiszen ez adja meg a mindennapok nyugalmát és kiszámíthatóságát. Ezt a biztonság az egy olyan szó, hogy nagyon-nagyon sok területen alkalmazható, és én bízom benne, hogy nagyon sok területen tudtunk eredményt elérni. A közbiztonságra is érthetjük, hiszen negyedére csökkent az elkövetett bűncselekmények száma ebbe a 9 évbe, ami egy nagyon-nagyon nagy előrelépés, köszönet nagyon sokaknak, különösen a rendőrségnek, akik sokat tettek ezért, de azt gondolom, hogy az élet más területén is ott van a biztonság, a munkahely vonatkozásában, az életkörülmények tekintetében, a városüzemeltetésnél, a közszolgáltatások működésénél. Én azért emlékszem arra, amikor korábban privatizált közszolgáltatásoknál órákra voltunk attól, hogy egyébként azért, mert valaki nem fizeti a gázszámláját ki a közszolgáltató részéről, ami akkor magántulajdonban volt jelentős részben, és egy magántulajdonos vezette, hogy majdnem leállították a szolgáltatást. Ilyet egy városban nem szabad megengedni. Ma azt gondolom, hogy ezeken a területeken is ott van a biztonság. És ha ez működik, akkor pedig stabilis a város. Magyarul tudunk abba az irányba előrelépni, hogy minden értelemben, gazdasági értelemben, fejlesztéspolitikai értelemben, környezet tudatosság értelmében is stabillá tudjuk a várost, és fenntarthatóvá tenni. Sok esetben akár önfenntartóvá is. Nekem ez kimondott célkitűzésem, hogy ne függjünk külső forrásoktól, hanem igenis magunk tudjuk a magunk stabilitását megteremteni, a magunk fejlesztéseit finanszírozni, a magunk üzemeltetési feladatait ellátni, mert akkor magunk tudjuk a magunk sorsát alakítani. Ugye most már sok mindenről szót ejtettünk itt az elmúlt több mint 10 percben. Néhány főbb elemét, ahogyha a programnak ismertetné még ezeken túlmenően. Amit előbb elmondtam, abban azon nagyon sok minden benne van, de talán sokkal több minden benne van abban a 9 évben, amióta vezethetjük ezt a várost. Minden területen én úgy érzem, hogy sikerült előlépni, de azért vannak nagy kihívásokat magukba rejtő területek. Nyilván a közlekedés ezek közül is biztos, hogy kiemelkedik. Az egészségügy, hogy igenis a kormányzattal közösen a nagy kórházfejlesztés második ütemét is meg tudjuk valósítani. Közlekedéssel együtt a két nagy körforgalmat, akár az Osan, akár az Újcsóri körforgalmat meg tudjuk oldani, a déli összekötő út elkészüljön, a negyedik csomópontot a Strádáról meg tudjuk nyitni, ezáltal a 81-es, 13-as négy sávosításával egy nagy gyűjtőút rendszert tudjunk kiépíteni, ezzel párhuzamosan a közösségi közlekedést fejleszteni és a kerékpáros közlekedést fejleszteni. Ezek azt gondolom nagyon fontos közös célok, de még egyszer én kiemelném a közösségfejlesztésnek a szerepét, mert valójában ez határozza meg, hogy milyen hangulatban élünk itt ebben a városban. Én bízom benne, hogy sikerült előrelépni, és ebben a következő években is tovább tudunk menni. És ami nagyon fontos, hogy az embereknek biztosítsuk azt a környezetet, ahol ők és családjuk nyugodtan tudnak élni, a fiatalok itthon tudnak maradni, vagy haza tudnak jönni, és a város ki tudja használni azokat a lehetőségeit, amik meggyőződésem szerint ennek a városnak rendelkezésre állnak, és ami miatt nyugodtan mondhatjuk, hogy közép-európai szinten is egy jegyzet, és megfelelő szolgáltatási színvonalat biztosítani tudó város tud lenni, még inkább Székesfehérvár. És igen, vannak előttünk a környezetvédelem, a kultúra, a sport, a szociális területen is kihívások, ezeket pedig közös erővel és az erős helyi gazdaság adta alapokat kihasználva fogjuk tudni felhasználni. De még egyszer, közösen. És ez soha nem szabad elfelejtenünk, hogy október 14-én is van élet, nem csak október 12-én vagy 13-án. A politikának, a közéleti szereplőknek különösen nagy a felelőssége, hogy olyan legyen a közbeszéd, amitől az együttműködés lehetősége utána is megvan, ugyanúgy, mint az előző években, hiszen az együttműködés azt gondolom, hogy kulturáltan zajlott. De azt kérem mindenkitől, hogy ez a kampány most az önkormányzati ügyekről, a helyi ügyekről szóljon, azokról, amikről a polgármester és a leendő közgyűlés összetételétől függetlenül képviselőtestülete fog tudni dönteni. Még egy gyors kérdés így a beszélgetésünk végén. Mennyire fontos a csapat, hogy kikkel dolgozik együtt?
polgármester egy csapat csapatkapitánya, ez igaz a város egészére, és igaz a testületre is. Fontos, hogy legyen mögötte egy stabil, biztonságos többség, akivel együtt meg tudja határozni a város dolgait, és tudja vállalni érte a felelősséget az emberek iránt. Tehát azt kérem, hogy aki támogatja az én munkám folytatását és az én személyemet, azt tegye ez a csapatom tagjaival is. Együtt értük el az eredményeket, a fehérváriakkal ezt szeretnénk folytatni a következő években is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Esti Mérleg című műsorunkat látták, és a mai adásból dr. Cserpakulcs Andrást ismerhették meg, a Fidesz polgármester jelöltjét. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.